Itt a tavat. Hol? Mindenhol. Fogmosó pohárban is. Ott itt. És veszünk csoki nyuszit. Nincs itt húsvét. Már rég elmúlt, különben éjjel 12:30 van. Akkor halkan vegyünk. De miért? Kókutot? Kókuszot! Kókuszos csoki nyuszi olyan nincs is már. Sima lekváros van. Lekváros csoki nyuti? Hol vegyünk olyat ének évadján? Hát elmegyünk a kis Imre térig busszal. Buttal? Nem, busszal. Azt mondtam, buttal. Akkor inkább trollival megyünk, jó? Hát nem jártak a bud. Ezeket a szavakat nem ismerem. Akkor elsétálunk a kis Imre térig, no. Hát 43 kilométer. Igen, és ott befordulunk balra, a Sámlibolt mellett, de nem megyünk el a vasúti sínekig, hanem a Sisak utcánál levágjuk azt a nagy kanyart. Ja, tudom, ott laknak a Pjevara Ilonkáék. Nem visszafele mondtad véletlenül ezt a nevedet? Nem, mert fordítva van benne a fogam. Nem Pjevara Varvara, nem, mert a Ilonkánék a Farkas néni mellett laknak, ők meg elköltöztek Wisconsinba. Miköde a Farkas néninek a toki nyutihod? Hát most már úgy összezavarta, hogy nem tudom. Itt a tavat. Hol? Itt. A konyhajtónál itt? Ott itt, meg tiripelnek a madarak. Mit csinálnak? Mit csinálnak a mit? Mondják a madarak, hogy tip-tip-tip. Tip-tip-tip. Ezek a madarak sportfogadást játszanak, vagy mi? Hogy videóton mert... Újpest 2-2 hazai? Mert a madarak nyertek a tipmikten. De ez már régen nincsen ottan. Meg persze brummognak a macik, mi? Mondjuk azok tényleg brummognak, csak egy... Nem itt, mert a Mati azt mondja, hogy és utána tép-tép. Ezt a vő, te is ezt mondod, amikor megeszed, amit főzöl. Mert veled ettek, Adé. Nem vetünk le jártavatottágú toki nyutit? Na szóval, visszatérek a lényekhez. A Sámlibortnál levágjuk a nagy kanyart, és onnan már, nem onnan, erről, onnan már egyenesen kell csak menni olyan uszkve 39-41 métert, na. Ott egy ápitbolt van. Ápitbolt, Pert, ápitbolt. Azzal szemben. Mi van ott? Ott lakott a Farkas néni. Itt akkor hol vettünk toki nyutit? Majd itt lent reggel a vietnámi boltban. Ja jó, tehát addig mit csináljunk? Szerintem beszélgessünk a múltról. Múltról? Igen. Például? Például, hogy ki volt az a férfi tegnap, aki innen elment, amikor én megjöttem? Hm? Ja, hát ad a postá... Ja nem, telefonterelő. Nincs is matávos telefonunk, jó? Azért ment el. Ráadásul nem itt hozzánk jött, hanem a tomtédba. Akkor miért innen ment ki? Mert eltévedtette. És miért jött be? Mert beengedtem. Ja, akkor jó. Itt a tavat. Tudom, nem megy a fűtés. Nem, hát mert még decemberben kikapcsolták a tartozát miatt. Mert hülyeségre kell költöd a pénzt mindig. Én a múltkor itt tevettél zöld lakatot, meg egy csomag gumikesztyűt.
Mit csinálják? Ezek voltak akciósak, ilyen olcsó. Hát valamit enni kell, nem? De nekem nem engedted, hogy megvegyem azt a cipdáras fürdőtaptát. Nem, mert épp akkor kapcsolták ki a gázt. Mikor itt voltad? Azt hiszem még tavaly januárban, pénteken. A terde volt. Nem, mert péntek, mert akkor jár a kukáskocsi. Aznap nem itt járt a kukát, Koti. Akkor hétfő volt, na. Itt ma milyen nap van? Szombat. Ja, akkor mindjárt tavat van. Ne. Nem vagy álmos? Nem. Most, hogy itt a tavat, fel vagyok pannolva. Most jön a fontottó. Most. Figyelj! Te Pannolországba? Igen. Igen, figyelek, koncentrál. Figyelj, tekteljünk, jó? Több okból sem értem ezt a szót, de... Várjál, kimondom foggal, tekteljünk. Nem tektelek veled, mert a múltkor is csaltál. Inkább leülök a konyhában. Most is ott vagyunk. Hol? A konyhában. Hát, tudom. Mindjárt itt a nyár. Mikor? Atitem Terdán. Lotolj meg! Nem lehet, mert elvitte a végrehajtó a Kölnit. Münchenbe. Akkor mondjál nekem valamit, épp lotoló vetted. De már nincs is húsvéted. Akkor van húsvét, amikor én mondom. Na. Mondjál lotoló vetted. Jó. Az is jó lesz, amit 12 éve mondtam annak a nőnek, akivel még 2-vel ezelőtt jártam. Ezt most nem értem, de olyan idgi mondjad. Na jó. Azt mondja, hogy virágmezőn egymás mellett nyuszi bárány tojás, de nem érdekel egyik sem, mert épp rám jött, a fontosabb dolgok is vannak ennél, megutoljanak nagyjább értébe. Úgy meg tudom magam röhögtetni, hogy az valami fantasztikus. Az a baj, hogy csak te. Húsvét hétfőn meglotolnak, egy nálunk a szokás, sütök-főzök egész nap, na ez aztán boldog a szok... Boldog karácsonyt kívánok neked!